A ég rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék. Minden évben négyszer virágba borulnék. Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak. Az igaz szerelemmel, és az drága bönc család és Árti, a pítjukszól, pítvekszelés, ez nagyon furcsa, hiszen azt várná az ember, hogy egyszer csak fölpattan ez a koporsó tető, és te kijött, kiszállt belőle, és közénk jössz, és megölelt minket, és odaszaladsz az emberekhez, megsimogatsz valakit, megcsókolsz valakit, egy jó mosoly, szép mosoly, egy kedves szó mindenkinek juttat, hiszen ilyen voltál egész életedben, bárhova mentél, szerettek az emberek, nem lehetett nem szeretni téged. A féle lakusz is voltál, a biztonságot jelentetted. Engem Árpád tanított meg arra, hogy elveink mellett kiállva és a másikhoz való odafordulással érdemes élni az életet. Hogy adjunk annak, akinek semmije sincs. Egyszer megkérdeztem tőle, miért nem menekültetek el Magyarországról 1956-ban? Az ember nem hagyja cserben bajba jutott hazáját, mondta szelíd, de ellentmondás nem tűrő hangon. Nagyapám szerette az embereket, és szerette Magyarországot. Közép-Európában érezte igazán itthon magát, de elnökként nagyanyámmal a világ minden tájára eljutott. Mosolyát, közvetlenségét, szeretetét mások is szeretettel viszonozták. Harmadszor találkozhattunk, amikor egyszer csak váratlanul felén fordult, és azt mondta, ennek már több mint 20 esztendeje, ha eljön az óra, kérlek, temess el. Kedves elnök úr, kedves Árpád, itt vagyok, hogy ígéretemet, ha nem is könnyű szívvel, teljesítsem. Sokak nevében mondhatom, hogy teljes tisztelettel és szeretettel búcsúzunk tőle. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék, és ha engedszer látsz kerékpaposnak, alattam a föld is sírva beomolna. Sohasem lobognék mindenféle szélnek, haragosabb volnék, akkor lennék